nagy volt a sürgésforgás az adai állásbörzén, ahol az idén is sokan érdeklődtek állás lehetőség iránt. Szerintem vannak lehetőségek, csak hát szerencse kell hozzá biztos, hogy pont a sok munkanélküli közül az legyen, aki szeretne igazán munkát. Mondja Vukov Alexandra, aki egészségügyi nővérként nem reméli, hogy szakmájában talál állást. Egy éve keresek munkát, amióta a gyakorlatot elvégeztem az Entai Kórházban. Ez egy fél éves gyakorlat volt, azóta keresek munkát, és hát kereskedelemben dolgoztam, már is olyan munkát is vállalnék, de azért legszívesebben a szakmámban helyezkednék el. De hát, hogyha boltban, mint kasszás, vagy bármilyen, azt is vállalnék. A legtöbb álláskereső szakmájában szeretne elhelyezkedni, de sokan más típusú munkával is megelégednének. Most járok főiskolára, Zentára, de ez hétvégi tanfolyam, szóval azért jó lenne hétköznap valamit dolgozni, beleférne az időmbe, adminisztrációt, vagy valamilyen közgazdaságit, vagy akármilyen munkát végül is, amit hétköznap bírnak csinálni. Az adai állásbörzén a munkaadók többsége elsősorban különféle kötőipari, gépipari, valamint adminisztratív és fizikai munkával kapcsolatos állásokat kínált. Pozvali smo preko 600 lica da dođu na ovaj sajam, a inače na evidenciji zaključno sa 31. martom imamo 770 lica evidentiranih kao nezaposlena lica. A szakemberek tapasztalatai szerint az ilyen rendezvények kiváló lehetőséget kínálnak a személyes kapcsolatok kialakítására, amelyek idővel jelentős mértékben hozzájárulhatnak a munkába álláshoz.